kapacitás maradna ezáltal a úgymond idézőjelben nagyobb halak ellenőrzésére és a esetleges kibúvóknak a megszüntetésére. Köszönöm szépen. Olá Lajos képviselő, ugyancsak 2 perces. Köszönöm szépen, elnök úr. Látom, előterjesztő úr kicsit ideges, hogy meglát, hogy felszólok, de engedje meg, hogy elmondjam a véleményemet. Az újrahasználható csomagolásról Bödecs képviselőtársa mondta, és azt mondta, hogy ez egy üdvözlendő cél elmenni ebbe az irányba. Valóban üdvözlendő cél, de ha nincsenek hatékony újratöltő rendszerek, akkor igazából akár a visszájára is elsülhet ez a rendszer. És hát az újratöltés gátolja az, hogy nagyon széles körben terjedtek el különböző egyedi üvegek, sőt ilyen marketing célú egyedi üvegek forgalmazása, ami azt jelenti, hogy az újratöltéshez való visszajuttatás óriási logisztikai igényel, költséggel jár, vagyis igazából nem fenntartható. Különösen érdekes ez a kérdés akkor, amelyik abban az esetben, hogy azt is szorgalmazzuk, hogy a külföldről származó csomagolóanyagot juttassuk oda vissza a hatalmas logisztikai környezetszennyezéssel megspékelve. Igazából akkor lehet hatékonyan ilyen rendszert üzemeltetni, ugye, hogyha az újratöltés helye elválik az első forgalomba hozótól, vagyis szabványüvegek kerülnek forgalomba. Ezt igazából még azt is tudnám mondani, hogy még akkor is nehéz, hogyha Magyarországon kezdeményeznénk valamiféle szabványosítást, ezt valószínű, hogy Európai Unió szinten lehetne kezdeményezni, tehát hogyha a kormány ebbe az irányba szeretne elmenni, akkor azt gondolom, hogy fontos az, hogy megtegye az EU-s szintű javaslatait is ebbe az irányba. Köszönöm szépen. Szilágyi László képviselő úr következik, LMP és normál hozzászólás 15 perces időkeretben. Köszönöm szépen a szót. Azt tisztelt ház tengernyi mondani való van ezzel kapcsolatban, de nem akarok ezzel senkit kétségbe ejteni, igyekszem az időkeretben beleférni. Én azt gondolom, hogy én nálam jobban senki nem kívánta már, hogy megváltoztassuk a termékdíjtörvényt. Réges-régen megérett erre. Teljesen igaza van az előterjesztő Sebestyén képviselő úrnak, hogy egy áttekinthetetlen, bonyolult és végrehajthatatlan joganyag alakult ki az elmúlt 15 évben. Nagyon sokszor változtattak rajta, volt olyan év, hogy 2-szer is, nem nagyon volt olyan év, hogy ne nyúltak volna hozzá, és ilyen szalámi technikával tényleg sokszor volt olyan, hogy egyéni képviselő indítványokkal az előző parlamentek is éltek ezzel a lehetőséggel, és szalámi technikával vették ki a jó részeket belőle, és alig maradt olyan dolog, ami pozitív elem lett volna. Az is igaz, hogy egy kontroll nélküli piaci verseny alakult ki, és ez mindenképpen változtatásra szorul, de a másik serpenyőben pedig ott van, hogy ez a rendszer teljesítette az uniós elvárásokat. Egyszer sem szorultunk még arra, hogy büntetést kelljen fizetni. Ezeket ez a rendszer megoldotta, de egy grammal sem többet teljesítettünk, mint amennyi oda le van írva. Más kérdés, hogy ez a rendszer sem volt átlátható, és nem volt nyomon követhető, hogy melyik hulladék hol lett elkönyvelve, ez is tény. Ugye azt mondta Sebestyén képviselő úr az expozéjában, hogy ez a cél, hogy pénz keletkezzék, hát nem ez a cél. Az a cél, hogy hasznosuljanak egyrészt azok a kibocsátott termékek és csomagolóanyagok. Nem az a cél, hogy az állam itt pénzbe szedjen, nem az a cél, hogy pénz keletkezzen a rendszerben, hanem az, hogy a hasznosítási események megtörténjenek. És még egy cél van, és ez a mostani anyagnak a preambulumában is benne van, hogy a kibocsátás csökkenés a cél, tehát a megelőzés a cél. Az lenne a legfontosabb, hogy egyáltalán ne keletkezzenek olyan típusú anyagok, amit aztán méregdrága módon be kell gyűjteni és hasznosítani kell. Azt is említette, hogy az a cél, hogy megakadályozzuk, hogy a külföldi hulladék érkezzen tonna számra az országba. Ezt a termékdíjtörvénnyel nem lehet elérni, erre más eszközöket kell találni. Nyilvánvalóan fontos cél, hogy kiépüljön a szelektív gyűjtés. Erre a termékdíj szabályozás valóban alkalmas. Más kérdés, hogy amit eddig elértünk, az egy méregdrága
és nagyon alacsony hatékonyságú rendszer ezekkel a járdaszigeti színes gyűjtő edényekkel, ennél sokkal jobbat is ki lehetne találni, és biztos, hogy el is kell mozdulni ebbe az irányba. Hogyha visszatekintünk erre a 15 évre, akkor ugye a Horn kormány alatt hozták a termékdíjszabályozást meg először, vagy a Ferenc minisztersége alatt, és akkor fölállt a központi környezetvédelmi alap, ahova minden bevétel befolyt, és én magam emlékszem még ezeknek, ennek a pénznek az elosztási elveire is, és ennek a társadalmasítására. Sok jót és sok rosszat is tudnék róla mondani, de most nem teszem. Kialakult minden esetre egy programgazdai rendszer, ami nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Nagyon kevés hulladékot gyűjtöttünk be azokban az időkben, és abszolút nem volt a rendszer átlátható. Azután jött az első Orbán kormány, a KKA-ból egy ilyen kacot, valamiféle célelőirányzatot készítettek, és gyakorlatilag beolvasztották a büdzsébe, és innentől a pénz egy része el is tűnt a környezetvédelem számára. Azután egy következő nagy lépés volt, hogy létrejöttek ezek a bizonyos koordináló szervezetek, amiket itt több irányból megtámadtunk már ma este, és igazából nem önmagában ezzel volt a baj, hanem azzal volt a baj, hogy egy torz tulajdonosi szerkezetben jöttek ezek létre. Ugye a legnagyobb ilyen szervezetek olyan módon szerveződtek, hogy a legkomolyabb kötelezettek lettek a koordináló szervezeteknek tulajdonosai, és egy teljesen kívülről befolyásolhatatlan rendszerben saját maguk határozták meg a hasznosítási díjakat, és se az államnak nem volt akarata, kedve és türelme ezt befolyásolni, a civil szférának, ha lett volna, pedig nem fért hozzá. Tehát a nagy baj szerintem itt keletkezett, és hogyha a tulajdonosi struktúrát sikerült volna menet közben átalakítani, akkor most egy prosperáló rendszerrel nézhetnénk szembe. Azután jött még egy nagy ugrás Persányi miniszter úr idejében, amikor bizonyos újrahasználati kvótákat is beépítettek a rendszerbe. Ez egy nagyon haladó gondolat volt, ezt képviselő úrnak mondom, aki azt mondta, hogy nem volt itt új gondolat az elmúlt 10 évben, de volt, ez az volt. Viszont az történt ezzel, hogy egyrészt az ipar és a kereskedelem ezt elszabotálta, másrészt pedig egy uniós infringement eljárás indult a termékdíj törvény ellen, amit hát el is buktunk, el is vesztettünk, és megtörtént egyfajta visszalépés, és így jutottunk el nagyjából a máig. Na most mi történt ez alatt? Megkétszereződött nagyjából a csomagolások mennyisége Magyarországon. Hajlamosak vagyunk mindig csak a csomagolásról beszélni, de több termékdíjas kategória is van természetesen a törvényben. De kiépült egy méregdrága és viszonylag kevéssé hatékony szelektív gyűjtési rendszer, és ekközben összeomlottak az újrahasználati rendszerek. Ugye megérez még talán egy percet, hogy az volt itt a nagy kérdés, hogy miért fizet az is licenszdíjat, akinek a csomagolását be sem gyűjtik, miért nem tudja, akarja hasznosítani senki ezeket a hulladékokat. Miért nem fizetnek ezek az ártalmatlanításért, hiszen a hulladékok úgyis a szeméttelepen köt ki. Miért a kötelezettek szabják meg a licenszdíj mértékét, miért nem kontrollál az állam, mire elég egyáltalán ez a licenszdíj, miért nincsen céltartalék, miért nincs felkészülve ez a rendszer arra, hogyha jön egy olyan gazdasági válság, ami jött is 2008-ban a pekingi olimpia után a hulladékpiacon. Mennyibe kerülne egy valódi, igazi szelektív gyűjtés, és miért nem tudja megoldani a rendszer, és hogy miért nem finanszírozza igazából a hasznosítást. Ezek voltak a nagy kérdések a koordináló szervezeti rendszerrel kapcsolatban. És hát közben gondoljanak bele, hogy az emberek nem csomagolást akarnak venni, hanem terméket akarnak venni, és mégis rájuk tukmálnak. Nincsenek sokszor döntési helyzetben, nincsen választási lehetőségük, eltűntek a csomagolási alternatívák például. Sokszor volt olyan helyzet, hogy a csomagolás drágább, mint maga a termék. Nagyon sok ilyen esettel találkozunk a polcokon. Teljes mértékben áthárítják ránk fogyasztókra a csomagolás árát, és a hulladék kezelés árát is. És a csomagolás már rég nem az eredeti funkciát tölti be csupán, hanem mindenféle marketing és egyéb funkciókat, és ez egyáltalán nincs így. Sőt, azt sem tudtuk éveken keresztül, hogy mennyi csomagolás kerül forgalomba Magyarországon. Tehát ez mind azt támasztja alá, hogy valóban hozzá kell nyúlni ehhez a rendszerhez.
Idáig teljesen egyetértünk vele. A végeredmény ugye mi lett, hogy kb. 5 millió ember gyűjt itt Magyarországon 60 ezer tonna csomagolást, ami azt jelenti egyfőre vetítve, hogy olyan 12 kiló fejenként és évente, miközben 90-110 kilogramot használunk. Tehát idáig jutottunk ezzel a rendszerrel, és igazából, hogyha megnézzük a csomagolásokat, főleg a PET-et gyűjtik, mert ennek van igazi piaci értéke, a többi műanyag senkinek nem kell, és akkor hol van az üveggyűjtés, hol van a fémdobozgyűjtés, hol van a tetrabrik gyűjtés, nincsen sehol. Tehát ilyen 4-5-10 százalékokat tudtunk ezekbe a szegmensekbe elérni. Ugye ingyen gyűjtünk, mert szépen bedobáljuk a gyűjtőszigeten a színes kukákba, és senki nem honorálja nekünk, még a személydíjon keresztül sem honorálják azt, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk. Sokszor láttunk gyerekmunkát a rendszerben, hiszen a gyerekek hordták be az iskolába ezeket a csomagolanyagokat, és a közszolgáltató és a hasznosító cégek nagy örömére a mi gyerekeink végezték el a szelektálást, pedig aztán végképp nem az ő dolguk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy rengeteg problémával küzdött ez a rendszer, és valóban ideje volt ehhez hozzányúlni. Na most, hogyan történt mindez? Egy évig nem történt semmi, bár rengeteg retorikai fordulatot hallottunk, 100 milliárdokról és lopásról, meg bűncselekményről, meg korrupcióról, meg nem tudom miről, és nagyon vártuk, hogy végre szabályozási esemény történjen. Ugye említette a képviselő úr a Teszed akciót, én is lapátoltam egy egész délelőttöt, történetesen éppen Kecskeméten, és azon gondolkodtam, hogy Uram Isten, hogyha lenne itt egy rendes hulladékgazdálkodási szabályozás, akkor nem lenne itt PET palack az árakparton, nem lenne itt gumiabroncs, meg akkumulátor, meg nem lenne egy csomó minden más. Úgyhogy ezen gondolkodtam, hogy a következő parlamenti megszólásomnak az lesz a címe, hogy teszabályozd.hu. Tehát nagyon szép az, hogy rávesszük az embereket arra, hogy időnként kimenjenek, és a rossz emberek helyett a jó emberek föltakarítsák a mocskot. De állami szabályozással ennek az egész problémának elejét lehetne venni. Eddig nem történt szabályozási esemény a kormány egy éve alatt, ez az első. A notifikációval kapcsolatban, a társadalmi egyeztetés elmaradásával, az egyéni képviselő indítvány benyújtásával kapcsolatban rengeteget hallottunk, ezeket nem akarnám elismételni, az OKT-t sem, az alkotmány ellenességet sem, ezekkel én mind mélységesen egyetértek, és nagyon keményen elítélem azt, hogy ez ilyen formában történt. Biztosan meg lehetett volna ezt másképp is csinálni az egy év alatt. Na most, hogy mibe ágyazódik be ez a jogszabály? Mennyire koherens helyzetet teremt? Hát semennyire. Nincsenek célok. A termékdíj, könyörgöm, egy eszköz. Egy gazdasági eszköz, egy környezetvédelmi eszköz, de hogyha nincsenek hulladékgazdálkodási céljaink, már pedig 2009. január 1-e óta nincsenek, akkor vesztette hatályát az előző országos hulladékgazdálkodási terv, akkor nem tudjuk, hogy honnan, hova akarunk eljutni. És nem sikerült egy év alatt ezt az OHT-t előállítani, pedig gyakorlatilag készen volt az előző adminisztráció, azt megírta, megcsinálta a társadalmi egyeztetését, megcsinálta a stratégiai környezeti vizsgálatot vele kapcsolatban, csak be kellett volna ide hozni és learatni a babírokat. Én nem mondom, hogy ez jó volt, nem mondom, hogy azzal minden rendben volt, de vitára teljesen alkalmas lett volna, és biztos, hogy egy olyan helyzetben lennénk most, hogy legalább tudnánk, hogy milyen irányba haladunk. Nincsen hulladékgazdálkodási terv. Ezzel is ugyanígy jártunk, az előző kormányban ezt megfelelően előkészítették, hiszen nagy részt technikai módosításokról volt szó, a hulladékkeret irányelv határozta meg számunkra, hogy be kell ültetni a jogrendbe bizonyos dolgokat. Ez készen volt, a mai napig nem látjuk, hogy itt van. Én magam parlamenti felszólásban biztos, hogy háromszor-négyszer követeltem, hogy hol van a törvény, azt mondták, hogy majd lesz. Sőt, azt mondták, hogy először törvény lesz, és utána terv, ami aztán teljesen idegen minden racionalitástól. Hogyan fogjuk a hulladékos keretirányelv fontos eseményeit átültetni a gyakorlatba? És nem csak erről van szó, mert több irányelv van, az elemek, akkumulátorok, elektromos és elektronikai berendezések, elhasználódott járművek, csomagolási irányelv,
gumihulladék lerakási tilalom, stb. Nagyon sok olyan van, aminek nekünk meg kellene felelni, és el kellene kezdeni az ezzel kapcsolatos jogalkotást. Ez az előttünk fekvő törvényjavaslat speciál ellentmond a csomagolási kormányrendeletnek, az elektromos és elektronikai termékekről szóló kormányrendeletnek is. Tehát önmagában ez a szabályozás teljesen a levegőben fog lógni, és nem teremt egy koherens helyzetet. És hát mi az igazi cél? Beszéltünk róla, hogy a megelőzés az igazi cél, hogy kevesebb legyen a hulladék. Hasznosítási célokat is ki kellene tűzni, nem feltétlenül ennek a jogszabálynak, de egy stratégiának, egy alapdokumentumnak. Odáig kellene eljutnunk, amit az Unió nagyon magasztosan Recycling Society-nek nevez, hogy az egész gazdaságunkat áthassa ez a gondolkodás. És nyilvánvalóan az egy ilyen törvény önmagában kevés. Itt egyetlen célt látunk, a költségvetés forráshoz juttatását, és innentől már nem termékdíjról beszélünk, hanem adóról beszélünk, és ez rengeteg problémát vet fel, és abban is kicsit kételkednék és megelőlegezném egy következő hozzászólásomat, hogy ez nem feltétlenül fog sikerülni, hogy a költségvetést itt plusz forráshoz juttatjuk, vagy pedig, hogyha ahhoz juttatjuk, mert itt garantált része lesz a büdzsének ebből a termékdíj bevételből, akkor viszont nem biztos, hogy marad annyi ennek a bizonyos hulladékgazdálkodási ügynökségnek, amennyit most gondolunk, és amennyi elég lenne a hulladékgazdálkodási célok végrehajtására. Hogy átláthatóbb lesz ez a rendszer, az igazából ez alapján, a törvénytervezet alapján nem megítélhető. Ahogy az OHU felépülése, ahogy sorba lehet módosítani az éves hulladékgazdálkodási szabályokat, amit nem tudunk még a pályáztatás, ez mind a felé mutat, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez így átláthatóbb lesz. Azt hiszem, lejárt az első 15 percem, elnök úr, kénytelen leszek majd még egyszer szót kérni. És ha most adok még egy percet? Az biztosan kevés. A házszabály szerint ilyenkor, aki írja képviselő, még egy percet adhatok. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet. Megpróbáltam pedig. Kupcsok Lajos képviselő úr, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Ígérem, hogy 2 óra felé haladva nem fogom a rendelkezésemre álló időkeretet kihasználni. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak! A környezetvédelmi termékdíjról szóló javaslat összhangban áll a magyar társadalom érdekeivel és az Európai Unió elvárásaival is. A javaslat fontosabb céljai a hulladékhasznosítás mértékének növelése, a többször felhasználható termékek szélesebb körű elterjedésének előmozdítása és az iparág tevékenységének teljes megújítása. Az iparágon belüli, jelenleg kontroll nélküli piaci verseny korlátlan árversenyhez vezetett, a feladatok megoldásától forrásokat von el, veszélyezteti az EU által előírt teljesítést. A koordinátorok a kötelezetekkel együtt nem érdekeltek a rendszer fejlesztésében. Az állam nem vett részt az iparág működtetésében, torz hasznosítói rendszer épült ki, egyes rész iparágokban termelői ágazatok tűntek el. Az országos hulladékgazdálkodási ügynökség létrehozásával, a koordináló szervezetek megszűnésével párhuzamosan a környezetvédelemért felelős minisztérium felügyelete alatt működő 100%-os állami tulajdonban lévő non-profit KFT jön létre. Fontos szempont a hulladékgazdálkodási ipar átlátható átalakulása és továbbfejlesztése. Teljesen új alapokra került a környezetvédelmi termékdíj költségszámításának módszertana. Kidolgozásra kerültek a termékdíj költségelemek, azaz a rendszerirányítási költség, a szennyezés megelőzését, elhárítását szolgáló kezelési költség, valamint a szennyezést kompenzáló externális költség. A javaslat ezeket az elemeket beépíti a termékdíj mértékébe, ezzel biztosítva forrásokat a megfelelő mértékű gyűjtés és hasznosítás teljesítéséhez, továbbá a szennyező fizet elvének érvényesítéséhez. A hulladék hasznosítási teljesítmény új fogalma, a díjszámítás ezen alapuló új elvei a hazai gyűjtés és hasznosítás ösztönzését szolgálják. A javaslat a külföldön történő gyűjtés hazai támogatásának elkerülését is biztosítani kívánja. A modell elősegíti a gyártói felelősség érvényesülését. Új szervezeti modell került kidolgozásra az iparág irányítására. Ennek egyik eleme a termékdíjbizottság, amely a környezetvédelemért felelős miniszternek szakértő, tanácsadó, döntés előkészítő testülete, továbbá az OHÜ, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség, mely az iparági feladatok végrehajtásáért felel.
A termékdíj bizottság a szennyezést okozó ipar és a társadalmat képviselő állam partnerségen alapuló fóruma. A termékdíj bizottság minden évben ajánlásokat tesz a miniszter részére, a hulladékgazdálkodás kereteire, a költségelemek mértékére, a hasznosítási rendszer prioritásaira. Az OHÜ alapvető funkciója az iparági működés szervezése és felügyelete, nem kíván közvetlen gyűjtéssel és hasznosítással foglalkozni. Az OHÜ működéséhez a vámhatóság által beszedett termékdíjból részére biztosított keret nyújt fedezetet. A szervezeti struktúrája egy adminisztratív, egy operatív és egy stratégiai centrumból tevődik össze. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége országos gyűjtési és hasznosítási terven alapszik. A terv kidolgozásához a keretet a környezetvédelemért felelős miniszter adja meg. A tervet és a célokat úgy kell elkészíteni, hogy minél többet és minél költséghatékonyabban tudjunk gyűjteni és hasznosítani. Az OHÜ nem hatóság. Hatósági funkciókat a környezetvédelmi felügyelőség és a NAV lát el az iparágon belül. A gyűjtés és hasznosítás elérhető szintjét alapvetően a kirótt termékdíj mértéke határozza meg. Rendkívüli fontosságot tulajdonított a javaslat annak a jogos kritikának, mely szerint a jelenlegi rendszerben a kötelezettekre indokolatlanul magas terheket rónak az adminisztrációs feladatok. Egyes becslések szerint a kötelezettek összesített adminisztrációs költsége felülmúlja az összes általuk megfizetett licencdíjat és termékdíjat. Ennek egyik legfontosabb oka a mentességi rendszer, amely szinte áttekinthetetlen bonyolultságú, a kötelezettségek meghatározását a szakértők számára is alaposan megnehezíti. Az adminisztrációs terhek további csökkentését kiemelt feladatának tekinti a javaslat. Ezek között kiemelem a többször felhasználható termékek első forgalomba hozatalával összefüggő adóztatás eltörlését. A javaslat értelmében az állam a többször felhasználható terméket kibocsátó, valamint az újrafelhasználással kibővített életciklusa során gondozó kötelezett, környezetvédelem területén tett erőfeszítéseit a díjfizetés eltörlésével kompenzálja. Lényegesnek tartom a lakossági tudatformálásra fordítható költségek mértékének jelenlegi szintről 7%-ra történő emelését. A reklámhordozó papír definíciója is pontosításra került, hogy valóban csak azok a termékek essenek a törvény hatája alá, amelyek esetében egyértelműen azonosíthatóan a reklám az elsődleges cél. Különösen fontos, hogy az új szabályozási környezetnek köszönhetően a gyűjtők, a szállítók, a kezelők, a hasznosítók az egyre növekvő mértékű hulladékhasznosításnak köszönhetően egyre növekvő mennyiségű munkához juthatnak. A több munkahelyet teremt. Több lesz a lehetőség a lakosság hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett rétegeinek bevonására a munkavilágába. Ez akár több ezer új munkahely teremtését eredményezheti. Köszönöm a figyelmet. És következik Gőgös Zoltán képviselő úr, MSZP. Köszönöm, elnök úr, a szót, tisztelt a ház, tisztelt államtitkár úr. Elég sok minden elhangzott a mai napon termékdíjjal kapcsolatban. Én most szeretném egy konkrét vállalkozás bemutatásával azt önök elé tárni, hogy eddig mit jelentettek ezek az adók, amik az idén, illetve tavaly kivetésre kerültek, aminek ez is része, hiszen ez egy adó. Itt bárhogy rájárok is körbe ezt a kérdést, ez nem termékdíj, hanem egy adó. Van egy 1100 fős, teljesen magyar tulajdonú, alapvetően termelői tulajdonú húsipari vállalat, ahol mindjárt az évelején azzal szembesültek, hogy 900 embernél kompenzálni kell a veszélyát. Ez került 50 millióba. Utána szembesültek azzal, hogy ez jövőre meg utána éven folytatódik, de már nem 50 millióba kerül, hanem majd 100-ba. Mert ugye tovább folytatódik a kiskeresetűek sarcolása. És hát most meg azzal szembesültek, hogy eddig fizettek 9 millió forint termékdíjat, most fognak fizetni 19 milliót. Na most, ha nekem erre valaki azt mondja, hogy ez egy hatékony és jó rendszer, és mondjuk az élelmiszeripar és a mezőgazdaságot érintően itt hatás tanulmány készült, akkor valami nem stimmel a dologba, ugyanis a megemelkedő bevételek döntő többsége az az élelmiszeripart és az agráriumot fogja terhelni. Nem tudom, ezt végig gondolta-e valaki, hogy abban a helyzetben, amikor nagyjából most kerül majd 20 milliárd forintjába a termelőknek az zöldségkrak,
tavaly 10%-os kárenyhítés volt, már nem volt rá pénz, hogy ilyen sarcokat ilyen gyorsan, ilyen átgondolatlanul szabad-e most ráreszteni a rendszerre. Csak megjegyzem, hogy a borászati cégeknél az literenként 4 forint 50 fillért jelent. Nem tudom, ezt számolta-e valaki. Most ugye 10 és 5 forintot fizetnek be marketing pénzre, de abból legalább kapnak vissza valamit. Itt meg most be fognak fizetni ennek a felét nagyjából, és hát semmit nem tudnak ellene tenni, ugyanis itt már elhangzott, hogy például az üveg esetében a világon mindenhol az az irány van, hogy egyedi megjelenés kell, hiszen ez egy alapvető marketing eszköz, és csak azt is hozzátenném, hogy elmúlt évben lezajlott fejlesztéseknél például alapvetően higiéniai és még egyszer mondom, marketing okokból nem használnak üvegmosókat. Tehát nagyon kevés az újra tölthető üveg alapvetően a borászati cégeknél. Tehát én azt hiszem, hogy ebben az irányban biztos, hogy nem lesz több gyűjtés, tehát innentől ennek értelmét semmit nem látom. A másik, hogy lehet, hogy ez nagyon sok mindenkivel egyeztetve volt, de azért az elgondolkodható, hogy a módosító javaslatoknak a 90%-a kormánypártól érkezett. Nem tudom, megnézték-e már a előterjesztő, illetve az államtitkár úr, hogy milyen típusú módosító javaslatok érkeztek. Elég tetemes mennyiségű, és azt gondolom, az sem meglepő, hogy ezeknek jelentős része az pontosan azt az ágazatot érinti, ami szintén felelős az a minisztérium, ahol most közös felelősség van, és én borzasztóan csodálkozok azon, megmondom őszintén, hogy a miniszter úr áldását adta, vagy áldását adja egy ilyen dologhoz, ha egyáltalán tudott róla. Nekem vannak kétségeim egyébként itt beszélgetve a kollégákkal, mert azért az is furcsa, hogy mondjuk ilyen szintű változás, mint amit a befizetési kötelezettségek van, és például a borászati ágazatot kezelő főosztály mondjuk akkor szembesült ezzel a dologgal, amikor benyújtották. Már az, hogy a hegyközség nemzeti tanácsa nem kapott ebből például, vagy nem látta ezt előre, az arra még lehet azt mondani, hogy önálló indítványnál az előfordul, de az, hogy ami nyilvánvaló nem önálló indítvány, hát ezt mindenki tudja, hogy ilyen tehetsége senki nincsen megáldva, hogy egy ilyen törvényjavaslatot megírjon, akkor meg nem értem, hogy miután kapkodása szerintem semmi ok nincs, ha egy évig nem történt semmi, hogy akkor azt miért nem lehetett normál kormányzati menetrendbe benyújtani. Valószínű azért, mert hogyha ezt alaposan végiggondolták volna, hogy ez milyen sarcot jelent, különösen, még egyszer mondom, különösen a vidékfejlesztés, vagy a vidéki élelmiszerfeldolgozók és agrárium szereplőinek, akkor nem biztos, hogy ez ide került volna elénk. És én nagyon kérem az előterjesztőt, hogy ha nem vizsgálták meg ezt a részét, akkor kérdezzék már meg ezeket a vállalkozásokat, akiket ez most nagyon súlyosan érint, hogy hát hogyan is lesz ebből kilábalás, hogyan lesz mondjuk így a kisvállalkozói, vagy alapvetően a vállalkozói szektor tercsökkentése 500 milliárd forint, amiről úgy hallunk, hogy ennyivel kevesebbet fognak majd rájuk hárítani, mikor ez önmagában nagyjából ennek a 10%-a. És hát azt is hallottuk, hogy ennek nincs itt a vége, tehát a bizottság ülésen is elhangzott, hogy ez következő években ennek akár a duplájára is, ez a duplájára is növekedhet. Úgyhogy én nagyon szomorú vagyok ezért, hogy ez így van, azért különösen, hogy mondjuk a mezőgazdasági bizottságot nem méltották arra, hogy ezt mi is megtárgyaljuk, pedig az elnök adta be a legtöbb módosítót hozzá, ahogy én látom, nem véletlenül nyilván. Én még mindig nem tartom későnek, hogy ezt hagyjuk abba ezt a tárgyalást, ezt kezdjük újra, mert ennek így nem lesz jó vége. Tehát én azt gondolom, hogy ebből nagyon komoly problémák keletkezhetnek. Úgyhogy én arra kérem államtitkárodat, hogy legalább annyira méltassam állam az igazsági szakma és a élelmiszeripar szereplőit, hogy hát csak be kellene vonni ebbe a kérdésbe, hogy mit bírnak el. Egy totális válság után, teljes piaci krak után, hogy szükség van erre, hogy most újabb sarc legyen, mert ennek igazából környezetvédelmi hatása semmi nem lesz. Hát nem beszélve arról, hogy köztudott, hogy a forgalmazás jelentős része így is átcsúszott a fekete gazdaságba a magas áfa miatt. Most nem hiszem, hogy az a cél, hogy ezt tovább növeljük. Már pedig ez lesz a vége. Tehát még aki eddig hivatalosan próbálta intézni az ügyeit, azt se fogja hivatalosan intézni, mert azt mondja, hogy nem akar újabb milliókat
mondjuk ilyen célra áldozni, amiből aztán igazából semmi haszna nem származik. Tehát én azt